Ritkán nézek sorozatot, és pláne még ritkábban készül belőlük videó, de most eléggé uborka szezon van, plusz ez egy marha érdekes cuccnak tűnt, így úgy döntöttem meg lesem. Amúgy is ki voltam éhezve már valami jó pszichológiai horrorra. Nos, a 81-es számú archívum, ha ennek nem is felelt meg, azért egy esélyt lehet neki adni. Den magának való fiatal, családi tragédiával a háta mögött, és a mentális állapota sem a legstabilabb videórestaurátorként dolgozik, és szereti, gyűjti a VHS-eket, és abszolút kedveli ezt a korszakot. Amikor egy nagy cég fejese felkeresi, hogy egy masszív összegért állítson helyre néhány megégett videót, hősünk némi habozás után elvállalja a feladatot. A videókon aztán olyan dolgokat lát, melyek során a valóság egészen furcsa formát ölt. A széria meglepő módon nem eredeti ötlet, de még csak nem is a regény adaptáció, hanem egy podcast alapján készült meglovagolja a retro hullámot, csak most nem a 80-as, hanem a 90-es évekbe repít vissza minket. Ha jól nyúlnak hozzá, én szeretem az ilyen nosztalgia partikat, itt pedig működik a dolog. Rengeteg a kikacsintás klasszikus horrorokra, de maga a sorozat is rengeteg alapművet idéz meg. Van benne egy kis rozméri gyermeke beütés, mivel a munkát egy eldugott helyen kell végezni, egyből beúrott a ragyogás is, a későbbiekben pedig a szektás köntös is előkerül. A nyolc részes évad első fele, magyarul az első négy epizód szerintem sokkal erősebb, mint a későbbiek. A cselekmény nem rohan sehova, nincsenek jumpskerek, ilyen téren horrornak is alig lehet nevezni, mert ijedezni nem különösebben lehet, elsősorban a hangulatra építenek. Egy újabb pont, amivel engem meg lehet venni. Remek az expozíció, úgy csavarják meg az elszigeteltséggel járó őrületet, hogy az érdekes legyen, a szorítele van misztikummal, és érdeklődve figyeljük, hogy mit hoznak ki belőle. Szintén tetszett, hogy a múlt, a jelen, a telep, a leégett bérház összekapcsolódnak, és sokszor azt sem tudjuk, hol vagyunk. Átjön ez a VTF-érzés, ráadásul a nyomasztó zenékkel és a sötét képekkel egy igazán hatásos atmoszférát sikerült kreálni. Aztán ahogy haladunk előre, a rejtében úgy apadt egyre jobban a lelkesedésem. Sokszor volt olyan érzésem, hogy a történet iszonyúan túl van írva, főleg ahhoz képest, hogy hova futtatják ki. Egyáltalán nincs új a nap alatt, és sajnáltam, hogy végül csak erre a szektás démonos dologra mentek rá, holott ebből egy masszív pszichohorror is kisülhetett volna, amiben sokkal jobban játszanak a térrel és idővel. Ehhez képest az utolsó két epizód valahogy már elvesztett. Szájbarágos lett az elbeszélői stílus, közben pedig rengeteg a vakfolt, az zárásban iszonyú sok a következetlenség. Sekélyes motivációk, ez most akkor hogyan bukkant fel, az addig mit csinált, amaz miként került oda, nem akarok felfedni semmit, de kifejezetten lustán lett megírva a befejezés. Az utolsó jelenet ettől függetlenül tetszett, ebben van potenciál, de ha lesz folytatás, azt gyanítom, egy kicsit másféle stílust fog már követni, de nagyon remélem, hogy a misztikumot valamilyen szinten vissza tudják hozni. A 81-es számú archívum kicsit olyan érzést hagyott bennem, hogy a készítőknek volt egy koncepciójuk, egy szupervízióval, de valahol félúton elfogyott a szufla, és nem tudtak mit kezdeni az alapötlettel. Vagyis tudtak, de abban már semmi kiemelkedő nincs. Bosszantó mert helyenként iszonyúan elkapta a fonalat, és az a nyomasztó, misztikus, borzongató hangulat nekem piszkosul tetszett. Nem tudom, hogy az esetleges folytatásra visszatérek-e, ha lesz. A nyitva hagyott befejezés ellenére nekem ez egy kerek sztori volt, amiben sajnos több lehetőség rájött. Ahogy az elején elmondtam, túl sokat nem kell várni tőle, de egy egyszer nézős szerintem megtette a hatását, úgyhogy szerintem ilyen szellemiségben álljatok neki. Ennyi lett volna ez a kis sorozatkritika, ha tetszett, lájkolj like és iratkozz fel, kövess Facebookon vagy akár Twitteren, a linkeket megtalálod a leírásban, aztán legközelebb találkozunk. Csac!